vitorlázó tévénézők többsége számára talán ismerősek a Balatonföldvári kikötő kulisszái. Ezen belül is a Spartacus Vitorlás Klub, amely a magyar vitorlásport egyik központjának számít, mind az utánpótlást, mind a rangos versenyek rendezését illetően. A Spari gárdája idén felvállalta az egyik legnépszerűbb olimpiai hajóosztály, a Sztár, magyarul Csillaghajó Európa-bajnokságának rendezését. A vitorlásport nagy öregje Hubert Raudásul nem is csodálkozott azon, hogy a magyarok elvállalták az EB megrendezését. Az a tény, hogy Magyarországon már 1981-ben, 1989-ben és 2000-ben is rendeztek EB-t, jól mutatja a szervezők rátermettségét. A versenyzők is mindig elégedettek voltak a múltban, és ez jó hírűvé tette az itt megrendezett nemzetközi sztárversenyeket. A Nemzetközi Csillaghajós Szövetség ezért idén is örömmel vette a magyarok jelentkezését, az pedig, hogy 24 nemzetversenyzői eljöttek Földvárra, egyenesen szenzációs. A Sztárt meg kétszer megpróbálták kirakni az olimpiáról, de annyira erős a világszövetsége és az egész sztáros társadalom, olyan erős, olyan híresek vannak, és a volt sztárosok is annyira kötődnek az osztályhoz, hogy én ennek nem adok sok esélyt. Egyébként nagyon halkan megjelentek olyan hangok is, hogy nem is lenne baj, nem is lenne biztos, hogy ez baj, hogy az, hogyha esetleg kikerülne az olimpiáról, nem jelentené ez a nagy valószínűsége az osztálynak a halálát. Most egy kicsit egyes vélemények szerint túl sokat kell ahhoz alkalmazkodni, tehát eltérni a sztárnak a hagyományos szabályaitól, hogy egy médiaorientált olimpiárának megfeleljen. A sztárhoz nem illő pályákat kellene menni, versenyeket futni, más kvalifikációs rendszereket csinálni. Szóval ára van az olimpiának. A 2003-as esztendő legnagyobb szenzációjának számított, nem csak vitorlás berkekben, hogy a svájci Alinghi csapat elorozta az új-zélandiaktól a vitorlásport legnemesebb trófeáját, az Amerika kupát. A győztes csapat tagjai közül néhányan a Balatonföldvári EB-re is ellátogattak. Az Amerika kupa után Sztárban kívánunk tovább versenyezni, és mindenképpen szeretnénk elindulni az aténi olimpián. Számunkra ez most az új kihívás. A Sztár kiválóan alkalmas arra, hogy olyan vitorlázókat neveljen ki, akik aztán sikerrel vehetnek részt egy Amerika kupán induló szindikátus csapatában. Nem véletlen tehát, hogy a világ legjobb vitorlázói innen kerülnek ki. A legtöbb Amerika kupán résztvevő vitorlázó a Sztárból érkezik, vagy éppen Sztárba ül az Amerika kupa után. A Sztár kiválóan alkalmas arra, hogy edzésben tartsa a versenyzőket. Az Amerika kupa elhódítása az európai vitorlás történelem legnagyobb sikere. A verseny 150 éves történetében még egyszer sem sikerült európai szindikátusnak ez a bravúr. Az Amerika kupa minden más sporteseménytől különbözik. Semmilyen más egyszeri sporteseményben nem investálnak ilyen súlyos dollármilliókat, még a Forma 1-be sem. Az EB egyértelmű favoritjának számított a svéd Fredrik Löf, aki Findingiben, Sztárban egyaránt világbajnok volt. Természetesen megkerülhetetlen tényező volt a német Alex Hagen, aki már kétszer lett a Globus legjobb csillaghajósa. Ezúttal új hajóját próbálgatta a földvári EB-n. Új hajónk van, ilyenkor kisebb átalakításokat kell elvégeznünk, hogy a mi stílusunk, szájízünk szerint vitorlázhassunk a hajóval. Távolabbi céljaink nincsenek, ha csak az nem, hogy természetesen mi is szeretnénk elindulni az aténi olimpián. Etéren nincsen könnyű dolgunk. Németországban két komoly ellenfelünk is van, de igyekszünk és bizakodunk. És úgy bebizonyosodott, hogy a profik azok nagyon jól csinálják ezt a sportot, hisz itt most rendkívül nehéz körülmények voltak, számukra is bizonyára szokatlan körülmények voltak, és mégis azok vannak elől, akik elől szoktak lenni. Itt a világbajnok, német világbajnok Hagen azt mondta, hogy a magyarok tulajdonképpen nem lennének olyan rossz helyezéseken, hogyha nem lenne hátrányuk a felszerelést illetően.
Nyilvánvaló, hogy néhányunknak gyengébb a szerelése, de például én úgy gondolom, hogy engem nem az akadályoz elsősorban, tehát nekem nincs azért annyira rossz szerelésem, inkább keveset tudok vitorlázni. Tehát kevés napot vitorlázom, ugye itt a uraknak egy jelentős része, aki itt van, az 300 napot vitorlázik egy évbe, ehhez képest mondjuk mi, ha nagyon erős évünk van, akkor 50-60-70-et, ugye között azért lényeges különbség van. A földvári EB-n végül 5 futamot sikerült megrendezni. A harmadik helyre utolsó pillanatban csusszant be egy francia kettős, a második a svéd Fredrik Löw kormányozta egység lett. Az Európa-bajnok az ír Mark Mansfield lett, aki nem csodálkozott a szélviszonyokon. A mezőnyben talán mindenki tudta, hogy a Balatonon nagyon gyakori az ilyen gyenge szél. Ez be is jött, és bizony sokaknak meglepetést okozott, volt, aki feladta, vagy hazament. Rendkívül bonyolult ezen a tavon versenyezni. Előfordul az is, hogy mindent tökéletesen csinálsz, mégis rossz eredményt érsz el.